Szlávik János kifejezte a reményét, hogy a járvány hamarosan véget ér. Nem tudjuk mikor és hogyan, és az is lehet, hogy a vírus velünk marad egész évben kisgócokban, jegyezte meg. Hozzátette, ebben a helyzetben fenn kell tartani bizonyos járványügyi intézkedéseket, és szükség van arra is, hogy az izolált eseteket a többiektől azonnal elkülönítsék, kezeljék, mert csak így tudják megakadályozni a járvány tovaterjedését. Reménykedjünk, hogy igazoltan hatékony vírusellenes gyógyszerünk lesz, mondta. Kiemelte, már alkalmaznak maláriaellenes, C-típusú májgyulladás, valamint HIV elleni szereket, emellett a legkülönbözőbb gyógyszerkombinációkkal, antibiotikumokkal is próbálkoznak a betegek gyógyítása érdekében. Szólt arról, hogy Magyarországon is elérhető az a Japánban kifejlesztett vírusellenes gyógyszer, amely a betegség korai szakaszában valóban hatékonyan alkalmazható az enyhe és közepesen súlyos betegeknél, s rendelkezésre áll egy Amerikában kifejlesztett, intravénás módon alkalmazható gyógyszer a vírus miatt súlyos és életveszélyes állapotba kerülők gyógyítására. Jól haladunk az immunterápiával és a vérplazmaterápiával is. Mindkettővel több ember életét sikerült megmenteni, közölte. Szlávik János kitért rá, reménykedhetünk, hogy lesz hatékony védőoltás is, amely egyesek szerint ősszel, mások szerint télen, de legkésőbb jövő tavasszal az emberiség rendelkezésére áll nagy mennyiségben. A vakcinával eleinte a veszélyeztetett csoportokat és az egészségügyi dolgozókat oltják be. A kísérletek már a második fázisban vannak, azaz egészséges önkénteseken próbálják ki, vizsgálva a hatékonyságot, a rövid és hosszú távú mellékhatásokat, mondta el. Rámutatott, a baj az, hogy a későbbi kísérleteket csak a járvány idején lehet lefolytatni. A 2020. május 18-i reggeli adatok szerint hazánkban elhunyt újabb 11 koronavírusos beteg, 26 új beteget azonosítottak, és az aktív fertőzöttek száma 1673. Jelenleg 568 koronavírussal fertőzött beteget ápolnak, akik közül 46-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktuális statisztikák szerint 4 újabb gyógyultat regisztráltak, 1400-an már elhagyták a kórházat.